Elítélte első fokon a bíróság a Várdomb és Szekszárd között halálos közúti balesetet okozó sofőrt. Az Alperes 2021. június 16-án nagy sebességgel hajtott át Bonyhádon, majd felvette a két kiskorú sértettet, illetve még egy szemét, akik Szekszárda tartottak. A városon áthajtva négy kört drifttel vetett meg a körforgalomban, majd az 56-os úton egy kanyarból kisodródott. A balesetben hárma 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szereztek, egy lány pedig elhunyt. Vádolt bűnös halálos közúti baleset gondatlankozásának vétségében a BTK 235 szakasz 1 bekezdési lépköző, második bekezdés B pont szerint minősülően. Ezért a járásbíróság vádottat 3 év fogházfokozatú szabadságvesztésre, és a közúti járművezetésétől végleges hatályú eltiltásra ítéli. Az ügyészség 4 éves szabadságvesztést indítványozott, ebből a bíróság ezen a tárgyaláson 3 évnyit állapított meg. Súlyosbító körülménynek számított, hogy a sofőr már korábban is többször megsértette a KRESZ szabályait. Azonban a bíróság figyelembe vette a vádlott balesetből adódó maradandó sérüléseit. A vezetéstechnikai hiba a balesetnek az elsődleges oka, hogy a megengedett sebesség túlépése mellett, de alapvetően a megengedett sebesség túlépése önmagában nem lehetett baleseti ok, hiszen hogy ez a két a fizikai határt leírta. Tehát alapvetően egy olyan vezetéstechnikai hibára vezethető vissza a baleset, ha a kutyát figyelmen kívül hagyjuk, de hangsúlyozom, kizárni nem lehet, ami miatt a 4 éves szabadságvesztés, amit ugye az ügyészség indítványozott, azt kell mondjam, hogy szinte példanélküli a magyar büntetőjogban. A vádlott és védőügyvédje fellebbeznek az ítélet ellen.